Jó estét kívánok! Ez a Pápa Városi Televízió híradója december 2-án csütörtökön. Köszöntöm nézőinket! Az adventi időszakra idén is ünneplőbe öltözött a város. A karácsonyfa és a díszkivilágítás mellett az Eszterházi kastély udvarán egy új Betlehem fogadja az arra sétálókat. A Jézus születés történetét felelevenítő életkép elkészítésével a Pegazus Színházat bízták meg. A barokk kastélyhoz illő, igazi pápai Betlehemet készített a színház csapata és a megbízott szakemberek. Pápa városára jellemző, méltó Betlehem készült, mondta Vég Zsolt. A figyelmes szemlélő észreveheti a pápai vonatkozásokat is, hisz az összeállítás háttere az Eszterházi kastély nádor termében levő pilgrimkép alapján készült, s ott az Eszterházi címer is az építményen. A Betlehem összképe barokk hangulatú. Így készült el ugye ez az ókori antik kapu mögéjük, hiszen a barokk korban ezt nagyon kedvelték. Ami különleges még, hogy ezek nem egész testükben faragott bábok, hanem öltöztethető bábok, és tulajdonképpen a barokk kori ábrázolást tükrözik színeikben, formáikban. Hát annyi volt az alap mérvadó a kérésben, hogy olyan 60-70 centi körüliek legyenek maguk a figurák, ahhoz pedig ez a tér minimálisan kellett, amit hozzá terveztünk. A Betlehemet Sarkadi Nagy László tervezte, a nyár folyamán dolgozott ezen a feladaton, a kivitelezés pedig kora ősszel indult. Háttérkép olajfestmény, tehát nem egy tömegcikk, ez csak itt egyszer látható, illetve a bábok festésében is sokat segítkezett Balázs János. Ugyancsak a bábok festésében, főleg az állatfigurák gyönyörű kifestésében dolgozott Császárné Csirma Zenikő, a barokk fejeket Korecz Károly és csapata faragta, a jelmezeket Csutiné Rozmán Csilla készítette. A születéstörténet tehát az Eszterházi kastély udvarán látható az adventi időszakban. Aki kilátogat a vasárnap 17 órakor kezdődő városi gyertyagyújtásra, megnézheti ezt a valóban egyedien pápai, barokk hangulatú Betlehemet is. Az egykori vasas pálya területén kapott helyet a Pápai Atlétikai Klub új dobópályája. A 14 millió forintból megvalósult beruházást ma délután dr. Áldozó Tamás polgármester adta át a Pápai Klub edzőjének és versenyzőinek. A kalapácsvetők 17 év után találtak új otthonra. Versenyek rendezésére egyáltalán nem. Edzések tartására is csak minimálisan volt alkalmas a klub korábbi dobóketrece. Így a sportolók az elmúlt hónapokban nagy örömmel és izgalommal figyelték az építkezést. A beruházás mostanra fejeződött be. Varga Patrik, a PAC edzője elmondta, a pápai edzőpálya jelenleg az ország három legmodernebbje között szerepel. Nagyon örülünk neki, hogy ez meg tudott valósulni, hiszen a régi ketrec már kiszolgálta az idejét. Az egy olcsóbb és gyengébb anyagokból összerakott konstrukció volt. Nem bírta nagyon azt az edzés terhelést, amivel ez a sport jár, viszont 17 évet kiszolgált becsülettel. Dr. Áldozó Tamástól megtudtuk, a korábbi dobókört két okból is meg kellett szüntetni. Egyrészt érintette a Vajda lakótelepre vezető kerékpárutat, másrészt a területen a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub új füves labdarúgópálya építését tervezi. Akkor a történet az úgy néz ki, hogy ott lett egy kerékpárút és lesz egy füves futballpálya, amit a társasági adóból összegyűjtött források fognak majd finanszírozni, és ezzel javulnak az edzés lehetőségei a percben futballozó fiataloknak. Lett itt egy dobó ketrec, egy dobó pálya, ahol nyugodtan edzhetnek az atléták, úgyhogy közben szintén biztonságban futhat mindenki, vagy ugorhat az atlétikai központban, és természetesen a versenyek megrendezésére pedig továbbra is nyitva van lehetőség a dobóversenyek megrendezésére majd ott benne a pályán. A héten Pápán készülnek a Veszprémi Egyetemi és Diákatlétikai Klub válogatott sportolói, akik szintén nagyon meg vannak elégedve a körülményekkel. December 4-én szombaton a Városi Adventi Programsorozat részeként a Jókai Mór Művelődési Központba várják az érdeklődőket. 15 órakor kezdődik a program, fellép két zenekar is, és 18 órakor kezdődik a báb előadás. Az adventi kézműves vásár és a kreatív játszóház is jó ötleteket kínálhat a karácsonyi ajándékokhoz. A Jókai Mór Művelődési Központban szombaton 15 órakor a Pápai Mondegrin koncertjével indul a program, őket pedig egy jazz duó váltja a földszinti előtérben kialakított színpadon.
Minden korosztályt várunk szeretettel itt délután, egészen a pici babáktól kezdve, hiszen kialakítunk egy babasarkot is a részükre, ahol játszhatnak. Illetve lesz kézműves vásár itt lent a földszinti aulában, az emeleten pedig az ide érkezők a saját kis díszeiket készíthetik majd el a délután folyamán. A büfénk is nyitva lesz, és karácsonyi finomságokkal várjuk az ide érkezőket, forralt borral, meleg teával, finomságokkal, édességekkel. A városi adventi program kapcsán egy nyomozós játékot is indítottak a szervezők. Egy vers 4 verszakát kell megtalálni a 4 intézményben. A játék értékes nyereményekért folyik. A nyomozójáték nyereményei között kisorsolunk 2 főre szóló matiné bérletet a Győri Vaskakas Báb Színházba, családi belépőjegyet Mosonmagyaróvárra a Futura Tudományos Élményközpontba, szintén családi belépőjegyet a Veszprémi Állatkertbe és a Győri Cyberjump Trampolin Parkba, illetve a Mobilis Interaktív Játszóházba is. A szombati rendezvény zárásaként 18 órakor Fabók Mancsi Báb Színházának előadását láthatják az érdeklődők. A belépőjegyek árát ezen a második adventi hétvégén is a COVID árvákat támogató Regőci Alapítványnak ajánlják fel a szervezők. De maradt program vasárnapra is. Vasárnap, december 5-én az adventi program sorozatot a főtéren kezdjük, hiszen 15 órától délután 3 órától a főtéri karácsonyfát díszítjük közösen azokkal a díszekkel, amiket a nyári táboron résztvevő gyerekek készítettek még a nyár folyamán. Utána pedig 17 órától az Eszterházi kastély udvarán a második gyertyagyújtás lesz. Ezen a hétvégén a Református Egyház vezeti, és ők fognak műsorral is készülni. Minden érdeklődőt szeretettel várnak szombaton a JMK-ban, vasárnap pedig a főtéren és az Eszterházi kastély udvarán. Mai időjárás jelentésünk alatt Bolla Bernadett fotóját láthatják. Pénteken egyre több felé süthet ki a nap, de keleten, délkeleten tartósabban felhős maradhat az ég. Itt a nap első felében még eső, északkeleten havas eső, délután kisebb záporok, hózáporok előfordulhatnak. Élénk erős lesz az északi északnyugati szél. Hajnalban -2, +4, napközben 2-6 fok várható. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!